Hogyan válasszunk stúdióállványt? Erről fog szólni a mai videónk. Sziasztok, én Magyar László vagyok a Light & Magic Academy-től, és hát eddig azt tapasztalhattátok, hogy általában más fotós kollégás stúdiójából jelentkeztem be, miközben a riportokat készítettük, azonban most hát nagy örömhír számomra, hogy a saját kis stúdió szobámból tudok bejelentkezni, és várhatóan sok további videót fogunk innen készíteni. Lényeg a lényeg, kicsit lerövidítve ennek a háttér történetét, amikor bejött a Covid járvány, akkor én tudtam, hogy változatlanul sokat szeretnék dolgozni, de hát ugye az emberekkel egyre nehezebben ment volna a karantén miatt, úgyhogy elkezdtem kitanulni a tárgyfotózást, és viszonylag hamar szembesültem vele, hogy ehhez elég sok eszközre van szükség, többek között különböző vaku, illetve tartó állványokra, jóval többre, mint ami nekem addig rendelkezésre állt. Úgyhogy megkerestem a Manfrotto Magyarországot, és megkérdeztem, hogy mégis mitek van, és ők elláttak elég sokféle állványjal, úgyhogy gondoltam, jó ötlet forgatni egy tesztet arról, hogy mik is ezek az állványok, mi van az ő portfóliójukban, de ami legalább ennyire fontos, összeszedtem azokat a szempontokat, ami alapján te is ki tudod magadnak választani, hogy mégis milyen stúdió állványra lesz szükséged, úgyhogy ez egy ilyen gyors összehasonlító teszt lesz, ami alapján te is meg tudod hozni a megfelelő döntést. Vágjunk is bele, hogyan válasszunk stúdió állványt. Az első szempont, amit az állvány kiválasztásakor figyelembe kell venni, ez az állványnak a vastagsága lesz, amiből egyenesen ered maga a teherbírás. Ebben mutatok is két szélsőséget, legyen mondjuk ez az egyik. És legyen ez a másik. Ugyanis ez alapvetően fogja meghatározni a teherbírást. Egy állvány teherbírása egyrészt a középoszlop vastagságából ered, másrészt nyilván abból, hogy az oszlopot tartó csatok mennyire erősek. Itt azért választottam ezt a két szélsőséget, ennek az állványnak 10 kg a teherbírása, ennek pedig 1,5 kg, de nézzük is meg, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, mit lehet ráhelyezni. Nézzük is, hogy hogyan használjuk ezt a gyakorlatban. Megragadtam két vakut, amit én a mindennapokban használok, értelemszerűen ezt pont ellenkezőképpen szerelném fel, tehát a nagy vakut helyezem fel erre az állványra, nyilván láthatóan könnyedén meg fogja ezt bírni. Rátükeröm. És ez pedig az AD200-nak. Ugye maga az AD200, ha valaki nem ismeri, a Godox-nak egy akus vakúja, ami 200 wattszekundumot tud, tehát méretéhez képest egészen erős, viszont súlyra gyakorlatilag rendszer vaku. Látszik, hogy azért ezt könnyedén megbírja, de azért van némi hajlása. Nyilván, ha ezt a kis vakut raknám erre, hát itt szinte semmiféle mozgás nincs, vagyis hát minimális, nyilván meg tudom mozdítani, hát hogy azért erővel meg lehet, de hogy alapvetően nagyon gyorsan lecsillapszik, bőven elbírja ezt a vakut. Nyilvánvalóan a teherbírás az van egy másik szempontja is, nem csak az, hogy milyen vastag, illetve hogy hogy bírják a csatok, hanem az is, hogy mekkora szélterhelést képesek elviselni. Ez természetesen egy ekkora beltérben sem ekkora szélterhelés nincs értelemszerűen, itt sokkal inkább más veszély fenyegeti, miszerint az, hogy akár bele tud akadni a lábam, és fel tud borulni az állvány, hogyha beleakasztom. Ezért alapvetően oda kell figyelni arra, hogy milyen szélességű állványt választunk, ami pedig a második szempont lesz. Miért is? Én azt gondolom, hogy érdemes a stúdió állvány lábának szélességét jól megválasztani, mert hogyha egy ekkora térben kell dolgoznod, akkor minél szűkebb, annál könnyebben elférsz mellette, annál kisebb a belerugásnak a veszélye, illetve az, hogy beleakadsz.
Kültéren viszont pont ellenkezőleg, mivel relatíve nagy szélterhelés érheti adott esetben az állványokat, ezért nyilván a szélesebb terpesztésű állvány az jóval stabilabb lesz, úgyhogy ezt ennek megfelelően kell megválasztani. Mindjárt mutatok egy másik példát is, hogy ez még hol lehet érdekes. Vegyük például ezt a Mini Compact Stand nevezetű állványt. Látszik, hogy ennek jóval kisebb a terpesztése, mint a nagy testvérének. A teherbírása ugyanakkor 4 kg, tehát hogy relatíve sok. Simán át tudom rakni rá ezt az állványt is. Állványt, bakut. Jó, az le fog esni. És ami miatt ez igazából érdekes, az pedig nem más, mint hogy azt említettem, hogy a stúdióban nagyon fontos az, hogy én szeretek szűkebb állványokat használni, méghozzá azért, mert látszik, hogy simán el tudok sétálni benne, nem akadok bele. És ezt a szélességet, ha összeharmonizálom a fényformáló méretével, így, akkor látszik, hogy ez a fényformáló igazából, ez a Beauty Dish, ez nem lóg ki nagyon abból a síkból, amit a terpesztése tud adni. Tehát nyilván, amikor elsétálok, emellett már nem fog beleakadni a lábam, hisz hamarabb akadna bele a vállam. És ez egy ekkora térben, ahol igazából semmilyen szelet nem kap, ezt a Beauty Dish-t ezzel a 400 wattszekundumos vakuval, ez a tényleg miniatűr állvány, ez simán megbírja. Tehát, hogyha most összecsukom nektek, akkor ismételten látszódni fog, hogy ez egy kifejezetten kis pici ekkora állványról beszélünk, és mégis teljesen stabilan meg tudja tartani. Az megint más kérdés, hogy mondjuk, hogyha nagyon nagy munkamagasságra van szükség, tehát modellt világítok be, ahol ki kell húzni eddig, akkor nem biztos, hogy ezt az állványt választanám, de egyébként, hogyha mondjuk tárgyfotózáshoz van szükségem egy állványra, ahol mondjuk ilyen derékmagasságban dolgozunk maximum, és egy ekkora fényformáló van, vagy egy kisebb softbox, ahhoz tökéletesen elég lesz ez is, és mondom egy relatíve, hát nem nagy, de hogy egy rendes stúdióvakut simán megtart. A harmadik szempont, amit figyelembe kell vennetek, és nyilvánvalóan ered az első kettőből, ez pedig nem más, mint maga a súly, az állványnak a súlya. Ugye ez legfőképpen akkor fog szempontként jelentkezni nálatok, amikor cipelni kell őket. Egyébként nincs olyan óriási nagy különbség súlyban a két állvány között, ez a vaku nélkül 1,7 kg lenne, ez pedig 2 kg, ahhoz képest ez ugye 10 kg-s teherbírású, ez pedig másfél. De amikor az van, hogy egy kivonultok helyszínre, és nekem az a tapasztalatom, ha egyszer megszoktátok, hogy stúdió körülmények között tudtok világítani, akkor onnantól kezdve ezt valahol elvárjátok magatoktól kültéren is, illetve velem ez történt. És hogyha többféle, egyre komplexebb világítási szituációkat valósítotok meg, akkor bizony ahhoz több állványra lesz szükség, erről is mindjárt rejtünk pár szót, hogy pontosan mennyire. Ott bizony nem mindegy, hogyha 5 állványt viszel ki, akkor az 5 kg, vagy pedig 10. Tehát, hogy ebből következik majd a negyedik szempont, igen. A negyedik szempont az pedig a hordozhatóság, ami valahol ered az előzőből, a súlyból. És most azért vettem elő ezt a nagy dobozt, mert ebben igazából 3 egyforma állvány van, ugyanis a Manfrottónak ez a BAC nevezetű vagy kódjelű sorozatát, ezeket lehet 3-asával is kapni, ami egyrészt 3-at megvenni olcsóbb, mint a 3-at egyenként veszem meg. Másrészt van egy olyan szempont, ami nagyon jól működik, ez pedig nem más, mint a hordozhatóságot elősegítő Quick Stack Systemnek nevezett fantázia névvel ellátott megoldás. Mindjárt mutatom is, hogy miről van szó. Quick Stack System. Nehéz szó, mint az út elágazódás, de azért csak abszolváltam. Egyrészt tök szimpatikus ezekben az állványokban, hogyha megnézitek, akkor maguktól is megállnak a saját lábukon. Másrészt
ami igazából ezt a nekem három különböző ilyen BAC típust kaptam, mindegyiknek közös jellemzője, hogy amellett, hogy önállóan is megáll a lábán, emellett gyakorlatilag össze lehet őket pattintani, így mi. Ahogy látható, és ebben az a csodálatos, hogy ez erre a szériára is igaz, tehát gyakorlatilag akár 5-10-et bármennyit össze tudtok így rakni, és onnantól kezdve itt ugye van ez a részlet rajta, illetve itt is van egy foggantyú, erre egy válpántot ráakasztatok, és egyetlen asszisztens egyszerre akár 10 ilyen állványt is el tud vinni. Ez egy nagyon-nagyon praktikus és jópofa megoldás ettől a BAC kódjelű sorozattól. Ja, és természetesen hát innentől kezdve még stabilabb, tehát hogy ezt le lehet rakni és megáll, nem foglal fekve helyet. Kényelmi funkciók, és itt egyben rá is térek konkrétan a kapott állványok elemzésére. Igazából két állvány családról beszélhetünk, hogyha ezt a kettőt vesszük, ez a Les nem kell Nanopol Stand nevezetű állvány, ez pedig a Nanoplus. Igazából hasonló felépítésűek. Egy ilyen nagyon vékony lába van, viszont egészen széles terpesztése mind a két állványnak. Erről az állványról azt kell tudni, tehát a pluszról, hogy ennek 4 kg a teherbírása, úgyhogy azért ez egy masszívabb, ezt másfél kilósnak mondja. Én azt gondolom, hogy bár erre valószínűleg rá lehetne tenni, ha rendesen megszorítottam volna, akkor biztos, hogy rá lehet helyezni akár ezt a stúdióvakut, mindenféle probléma nélkül el fogja bírni. Így van, látszik, hogy nem okoz problémát számára, ezt inkább ilyen kisebb stúdióvakukhoz ajánlják. Ami mindkettőben közös, csak hogy a kényelmi funkciókról is szót ejtsek, azt ezen fogom megmutatni. Most ezt összezárom. Ez pedig nem más, mint hogy ezeket kifejezetten terepre alkalmassá tette a gyártó, mégpedig azt értem ez alatt, a terepen nagyon sokszor előfordul, hogy nem egyenletes a talaj. És ennek a lába az állítható, tehát hogy itt gyakorlatilag valamekkora dőlés szögnél, mondjuk ha terepen elhelyezed, ezt rakod a lejtő fölé, akkor van egy olyan terepszög, amit még simán át tudsz hidalni, úgyhogy függőleges marad maga az állvány. Én ezt most, hogyha így beállítottam, akkor látszik, hogy van egyfajta dőlése, tehát ezt simán ki lehetne egyensúlyozni terepen, ez egy kényelmi funkció. Egy másik kényelmi funkció, ami ennél az állvány családnál megvan, az az, hogy gyakorlatilag az állványt azt ki lehet szedni, illetve nem az állványt, hanem magát a középoszlopot, és innentől kezdve szuperül lehet használni bumkarként, tehát hogyha mondjuk asszisztenssel dolgozol egy esküvőn, akkor őt meg tudod kérni arra, akár erre nyilván egy ernyőt fel tudtok szerelni, megfelelő kiegészítéssel, benyújtja neked az állványt, és így szuperül lehet használni, amikor pedig nincs szükség arra, hogy bumkarként funkcionáljon, akkor egyszer visszahelyezed a helyére, és gyakorlatilag ezzel tökéletesen tudod működtetni tovább. Ami ezt a két állványt illeti, tehát a Nanopol Standet, amit erről a piros lábáról tudtok megismerni, illetve ezt a Nano Plus Stand nevezetű eszközt. Alapvetően én azt gondolom, hogy ez elsősorban esküvőfotósoknak, illetve olyan fotósoknak lehet jó, akik sokat dolgoznak kültéren. Ez bizonyítja ugye az állítható láb is, amivel ki tudjátok szintezni. Ez az egyik. A másik, hogy ugye ez a piros lábú Nanopol Stand, ez bumkarként is funkcionálhat, bármikor ki tudjátok kapni, de hogyha nagyobb stabilitásra vágytok, akár erre a 4 kg-os hivatalos megadott terhelhetőségre, akkor ez az állvány is, tehát a Nanoplus is ekkorára összecsukható, nagyon pici, könnyen hordozható, úgyhogy ezek elég jó megoldások lehetnek, hogyha sokat dolgozol kültéren, és akár
egyedül dolgozol, vagy asszisztenssel. Hozzáteszem, hogy bár ennek a verziónak nincsen kivehető középoszlopa, de ha bezárod a lábat és teljesen ki van húzva, nyilván nem olyan kényelmes a fogása így, mint hogyha csak a középrudat fogod, de a súlyánál fogva ugyanúgy egy jó asszisztens simán tudja bunkarként használni. Nyilván a kettő keveréke lenne az ideális nagy teherbírás és kivehető oszlop, ez most egyenlőre két külön termékben van, de alapvetően azt gondolom, hogy mind a kettő nagyon jól használható. Kényelmi funkcióknál hagytuk abba, amikor belementem a Nanopol állványokba, viszont ennek a másik állvány családnak minden tagjára jellemző egy plusz kényelmi funkció, még erre a pici mini kompakt nevezetűre is. Mutatom a különbséget, ez pedig nem lesz más, mint az, hogy gázrugós. Ugye a Nanopol az nem ilyen, tehát ha ezt pont megszorul, de ha elengedem, akkor ez gyakorlatilag így látványosan leesik. Ugyanez a terhelés alatt van, látszik, hogy fékezi a mozgást, tehát sokkal finomabban lehet állítani, mert van egyfajta ellenállása a légrugónak köszönhetően, és ha ilyen barbár módon elengedem, akkor sem történik semmilyen csattanás. Ez az ekkora lábnyílású stúdióállványoknál, hogyha mondjuk nem olasz terméket választunk, hanem kínait, ez biztosan nem lesz meg, illetve egyáltalán nem jellemző. Tehát ez már ebben a BAC, legkisebb BAC modellben is megvan, nem csak a legnagyobb testvérében. És ennek a sorozatnak, hát hivatalosan ez úgy néz ki, hogy őt hívják 1051 BAC-nek, nem mint 6 típusú, ez is olyan nagyon lényeges lenne. Ő lesz a középső. A 1052-es testvér, aki szintén gázrugós, látszik, hogy ennek a lábterpesztése már majdnem akkora, sőt, hát akkora, mint ennek a nagyobbnak. Nyilván teherbírásban ez a kettő között van, és nem tudom pontosan a katalógus adatot, de ilyen 5 kilóra tippelem. Ez is gázrugós, és hát ez is olyan magasságba emelhető, ami bőven több, mint ami szükséges. Ez nyilván a legnagyobb tesónál a leginkább igaz, tehát, hogy ez lesz a legmagasabb, hiszen a kényelmi funkciók, ahát ezt most bele tudnám tolni a plafonba, így mi szinte eltörpülök mellette. Még egy fontos szempont van, amit eddig nem említettünk, és ez most nagyjából látszik is, illetve hogyha már így összehasonlítjuk a BAC tesókat, akkor nem tudom, hogy ez... Nem, még ez is az. Szuper. Jó. Tehát, hogy ebből látszik, hogy mi a maximum magasság, ellenben egy állványnál jellemzően nem csak a maximum magasság számít, hiszen hogyha mondjuk most megnézitek ezt a mini modellt, hogyha most hátteret raknék rá, egy ilyen háttérkereszt rudat, mint amit itt láthattok például, nyilván akkor kettő kell az adott állványból, hogy ezt rá tudjátok rá tenni, és erre a keresztrúdra akár fényképezőgépet, akár mondjuk háttérvásznat akasszatok, de ami legalább ilyen fontos tulajdonság, és ez pedig a legalsó kioldó zár határozza meg, ez pedig nem más, mint a minimum magasság. Ugyanis amikor stúdióban dolgozunk, akkor nagyon sokszor, ezt említettem is talán tárgyfotózásnál, én elég gyakran dolgozok ilyen dohányzóasztalra rakom az funkcionál tárgyasztalként tulajdonképpen, és hát ott fontos az, hogy le tudjak ereszkedni mélyebbre, vagy akár, hogyha mondjuk neki akarok támasztani valamit ennek a keresztrúdnak, most volt pont egy ilyen fotózásom, akkor nekem bizony fontos az, hogy az állvány ne legyen túl magas, tehát hogy bizony-bizony előfordul, hogy hiába van ilyen nagyon stabil, masszív, akár 3 méteresre kihúzható állványom, a picit kell használnom, mert egyszerűen fontos, hogy alacsonyra tudjam rakni akár a keresztrudat, vagy azt, amit tartani szeretnék vele. Tehát nagyon fontos, hogy ne csak a maximum magasságot, de a minimumot is vegyétek figyelembe, amikor kiválasztjátok. Minden szempontból ez a közepes megoldása 3 BAC modell közül, és ebből nagyjából látszik is, hogy melyik, milyen szempont alapján lehet jó nektek.
Itt egy újabb példa arra, ez a kis háttérvilágító állvány, ami nagyon-nagyon hasznos, mert hogyha a modellen mondjuk olyan ruha van, akkor ennek a terpesztése az még ennél is, hát nem sokkal, de valamivel szűkebb, ellenben nagyon alacsony a minimális magassága, tehát hogy el lehet helyezni úgy, hogy a hátteret világítsa, elé állítod a modellt, és akkor egy szép ilyen gradiens fénykört fog varázsolni mögé. Ahogy említettem, a beltér és kültéren való használat között jelentős különbségek vannak. Meg is mutatom, hogy mire gondolok pontosan. Végig mondjuk azt, hogy felrakok egy nagyobb, hát ez most egy LED lámpa, ez kültéren nyilván inkább egy erősebb akus vaku lenne. És erre a pici terpesztésű állványra megfogom ezt a nem annyira pici Octoboxot. Azt, hogyha jól emlékszem, akkor 120-as. És látható, hogy nyilván a súlypontja a szerkezetnek az itt van. Ennek nincs nagy súlya, de ez simán megtartja. Tehát, hogy beltéren én ezt így merném. Ugye eleinte beautylist-sel mutattam, de hogy látszik, hogy így is stabil. Na most, amikor az van, hogy kültéren dolgozunk, és nem elég nehéz vagy széles terpesztésű az állványunk, akkor vagy homokzsákot használunk, amit ide helyezzünk el lentre, vagy pedig egyszerűen ráakasztom a fotózsákom, és ezáltal jóval stabilabbá válik az eszköz. De én ezt mondjuk kültéren így ebben a formában biztosan nem alkalmaznám. Ennél a magasságnál, vagy akár hogyha mondjuk tárgyat fotózok, erre a minap volt példa, akkor ha egy ilyen magasságról beszélünk, igazából én ezt simán merem így használni. Láthatjátok, hogy ez a mini kompakt aprócska állvány is mennyire stabilan tartja. Most véletlenül meglöktem ezt a softboxot, amire ugyanakkor érdemes odafigyelni. Minden esetben ennek sokkal inkább ez lenne a megfelelő használata. Mindjárt át is rakom. Hát, hogy meghúztam. Így. Rajta is van. Hát nem lehet tőle beszélni rendesen akkora. Szóval, amire érdemes odafigyelnetek, hogy a lába az állványnak az mindig a modell felé legyen, mert ha mégis megborul az állvány valamilyen oknál fogva, nem sikerült rendesen lesúlyozni, akkor nem a modellre fog dőlni, hanem valamelyik irányba el, és nem a modellt vagy a értékes tárgyat fogja agyonütni és lezúzni. No, de ezt, hogyha lesúlyozzátok, ez már terepen való munkára is alkalmas lehet, arról a nagyon nagy tesóról nem is beszélve. Alapvetően egyébként ezt, hogyha ökölszabálynak veszitek, az, ami beltéren elég, kültéren attól egyel vagy inkább két változattal nagyobbat érdemes használni, mert ennek a terhelése is, láttátok, a pici is megbírta, hát ez így összesen ilyen 3 kiló lehet, nem azért van szüksége arra a nagy 10 kilós teherbírású állványra, mert 10 kilóval meg fogod súlyozni, hanem azért, mert nagyobb szélterhelést kap, masszívabbnak kell lennie. Még egy szempont, ami fontos lehet esetlegesen a választásnál, ez pedig a szívem, ez annyira közel álló design, amiben a Manfrotto ismét nem okozott csalódást. Mind a három állványról, ami ebbe a BAC sorozatba tartozik, elmondható, hogy teljesen síkba csukhatóak össze, illetve én nagyon szeretem ezeket a vörösre vagy pirosra eloxált alumínium alkatrészeket. Nagyon izgalmas részlet például, hogy ennek a zárnak a fityegésének a megoldása, hogy van megoldva, gyakorlatilag egy apró rugó segítségével bepattan egy nútba, és így nem mozdul el, ha pedig használni akarom, meg akarom lazítani, vagy rögzíteni akarom, akkor ki tudom ebből a nútból, ebből a rugóval billenteni, illetve a már említett
egymás mellé zárhatóság, illetve az, hogy önmagában nyitás nélkül is állóképes az állvány. Ezek szerintem megint csak olyan kis apróságok, dizájn elemek, amik szerintem nagyon izgalmassá tudnak tenni egy egyébként olyan unalmas terméket is, mint amilyen egy stúdió állvány lenne. Összefoglalva a videóban elhangzottakat, hogy milyen szempontokat érdemes, hogyan kell kiválasztani az állványt, azt gondolom ezek ismeretében már te magad is ki tudod választani azt, hogy pontosan mire is lesz szükséged, vedd figyelembe, hogy hol fogod többségében használni, hogy kisfokúval vagy naggyal terheled meg, mekkora fényformálóid vannak, és így módon biztosan nem fogod fölöslegesen rossz helyre fektetni a pénzedet. Remélem, hogy ezen tippek hasznosak voltak számodra. Hogyha nem szeretnél lemaradni a későbbi hasonló tartalmakra, akkor mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha eddig nem tetted volna meg. A következő videóim is minden jót kívánok nektek. Sziasztok!